15 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pályázati kiírás már megjelent a terület és településfejlesztési operatív programban. A rendelkezésre álló 89 milliárd forintból főként gazdaságfejlesztésre költenek, de jut pénz például környezetvédelmi és turisztikai beruházásokra is. A terület és településfejlesztési operatív programban, vagyis a TOP-ban rendelkezésre álló 89 milliárd forintos megyei forrás mellett elérhető fejlesztési forrás a vidékfejlesztési program 1300 milliárd forintos országos keretéből is. Lipők Sándor fejlesztési biztos egy márciusi megyei konferencián kiemelte, az új program előtérbe helyezi a kis és közepes vállalkozások, valamint a családi gazdaságok támogatását. A pályázati kiírások megjelentek a vidékfejlesztési programba. A vidékfejlesztési programnak a legfőbb üzenete, hogy a magyar kormánynak a birtokpolitikája abban nyilvánul meg, ugyebár, hogy a nagy üzemi gazdaságok helyett a kis és középvállalkozásokat, illetve a családi gazdaságokat helyezi ez a program előtérbe. Tehát azt jelenti, hogy ennek a forrásnak több mint 80%-át ők pályázhatják. És a vidékfejlesztési programon belül vannak olyan különleges prioritások, amelyre nagyobb hangsúly van fektetve. Gondolok itt arra, hogy 200 milliárd forint forrás áll rendelkezésre, itt az élelmiszeripari technológiai fejlesztésre, itt az emberi erőforrás hatékonyságának a javítására. A márciusi konferencián Rákosi Balázs, Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a TOP-ban mintegy 1230 milliárd forintnyi forrás áll a megyei önkormányzatok rendelkezésére, főként gazdaságfejlesztési célú beruházásokra. Ebből az 1230 milliárd forintból részesül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több mint 89 milliárd forinttal, és több mint 26 milliárd forinttal pedig Nyíregyháza megyei jogú város. Ami miatt most aktuálisan a területfejlesztési operatív programról beszélünk, egyrészt maga a 14-20-as tervezési fejlesztési időszaknak a végrehajtása, tehát a 12 ezer milliárd forint felhasználása az a tavalyi év folyamán kezdődött el nagy munkák és nagy előkészítő munkákat követően, viszont idén kezdődnek meg a településfejlesztési operatív program pályázati kiírásai, hiszen a kormányzati döntés keretében minden pályázatot szeretnénk 2017 nyaráig kiírni. Ennek keretében a TOP-ban rendelkezésre álló 1230 milliárd forintra is szeretnénk jövő év közepéig az összes pályázatot kiírni. Az államtitkár elmondta, 2015 év vége és 2016 márciusa között 30 pályázatot írtak ki, több mint 560 milliárd forint értékben. Az év hátlévő részében további 30 pályázat kiírása várható, amelyek keretében mintegy 1000 milliárd forint lesz elérhető a települési önkormányzatok számára. Stúdiónk vendége Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elnök úr, mennyire lehetünk elégedettek azzal az összeggel, ami a megyénknek jutott ebből a bizonyos keretből? A fejlesztési szükségletekhez képest nyilvánvalóan ez az összeg is kevés, hiszen sok elmaradásunk van közintézményekben, önkormányzati szolgáltatásokban, viszont hogy onnan közelítjük meg, hogy összehasonlítjuk az ország esetleg más régióival, akkor igenis látszik az a szolidaritási igény, illetve szolidaritási vállalási készség a kormányzat részéről, az a felzárkóztatási készség a kormányzat részéről, hogy igenis az országban a második legnagyobb összegű forrással rendelkezik ilyen módon a megye, és ha egy főre nézzük a forrásokat, akkor is a második helyen állunk Nógrád megye. Utána az első mutatóban Borsod megy előz meg bennünket, hogyha a forrás globális nagyságát nézzük. Milyen szempontok szerint történt ennek az elosztása? Hát egy olyan több változós képlet segítségével, amely a fejlesztési mutatókból állt össze, GDP, hozzájárulás, munkanélküliség, hátrányos helyzetű emberek, társadalmi csoportok, szolgáltatások színvonala, tehát ebből a mátrixból jött ki ez a indikatív forráskeret, ami olyan fontos tudás, hogy ez lehetőség számunkra, hogyha megfelelő színvonalú és jó indikátormutatókkal rendelkező pályázatokkal tudunk előállni. Milyen stratégia mentén szeretnék ezt elkölteni, ezt a pénzt, honnan, hová szeretne eljutni a megye? Egy hosszú tervezési folyamat előzte meg nyilvánvalóan ezt a pályázati szakaszt, ahol integrált területi programot kellett a tervezési folyamat végén elfogadnunk tavaly augusztusban, ezt a kormány jóvá hagyta. Persze az integrált területi program a tervezési
politika is, vagy a tervezési folyamat is hozzá kellett, hogy igazítódjon az Európai Uniónak a fejlesztés politikai céljaihoz, az agendához és más európai uniós dokumentumokhoz, de volt lehetőség ezek között a keretek között is a megyének prioritásokat meghatározni, fejlesztési területeket, különböző területi lehatárolásokat is egyébként a programban, például a turisztikában 70-30 arányú összegszerűséget állapítottunk meg a program során. 70%-a jutna a programnak arra 5 turisztikai desztinációra, amit fontosnak tartottunk, 30%-a pedig a megye más részeire is megpályázható forrás. Tehát vannak ilyenfajta elemek, amik mozgást teret jelentenek a megyének a pályázati szakaszban is. Mennyire tud együttműködni a megye és az egyes települések, hiszen ugye a forrásoknak egy másik része pedig a településekhez fog kerülni. Akkor lehet jól hatékonyan felhasználni ezeket az összegeket, és a megye javát úgy lehet igazán szolgálni, hogyha ezek együttműködésben és egymásra épülő pályázatokról szólhatnak. Természetesen, sőt, hát a források legnagyobb részét azt a települési önkormányzatok kedvezményezetti pozícióból fogják felhasználni, a megye önkormányzat koordinatív szerepet lát el a területi operatív program esetében is. Van néhány pályázati program, ahol a megyei önkormányzatjaink meg kedvezményezetként, például a munkaügyi paktumos pályázatok során a megyei önkormányzat van beírva kedvezményezetként, tehát nyilván ezek a programok is a településeken fognak hasznosulni. Lesz egy olyan rész, amit a megyei önkormányzat konzorciumi partnerként vezet, kormányhivatal hivatallal együttműködve, és a helyi paktumokban is konzorciumi partnerként részt vesz a megyei önkormányzat. Tehát azt válaszolnám nagyon röviden vagy leegyszerűsítve, hogy koordinációs szerepet lát be a megyei önkormányzat, igyekszik a településeket, érdekeket összehangolni, hálózatosodást elősegíteni, például most a kerékpáros pályázatoknál nagyon fontos szempont, hogy olyan kerékpáros programokat támogassunk, amelyek hálózati szinten tudnak majd aztán együttműködni, meggyorsítva az emberek munkába jutását. Ugye az első 15 pályázat kiírása most márciusig megtörtént, ezek zömmel milyen pályázatok mire irányulnak és kik pályázhattak? Települési önkormányzatok elsősorban, említettem ugye a kerékpáros, hivatásforgalmú kerékpáros pályázatunkat, lesz majd egy turisztikai pályázati lehetőség, ahol ugyancsak kerékpárutak szóba jöhetnek fejlesztési területként, de megjelentek a települési szennyvíz, illetve egy csapadékvíz, egészen pontosan csapadékvíz elvezetési pályázatok, a szociális intézmények, orvosi rendelők rendbetételét, fejlesztését javító pályázatok, megjelentek az energetikai pályázatok, amelyről fontos tudni, hogy önkormányzati épületek energetikai felújítását a jelenlegi szakaszban csak a TOB-ból lehet pályázni, míg másoknál ugye más programok jöhetnek szóba, akár magánszemélyeknél, akár pedig vállalkozásoknál. Mennyire szorosak a határidők, a jelentkezési határidők, és mik az elbírálás szempontja? Az előzőekhez képest, különösképpen ami a pályázati rohamot jelenti, az előző pályázati etaphoz képest viszonylag tág keretek között mozognak ezek a kiírások, akár 2-3 hónap is van a pályázatok előkészítésére, és a bírálati szakaszra pedig egy hónap, az elég feszes bírálati szakasz feltételez. Az elmúlt hónap végén jártak le a kerékpáros pályázatok, és április végén így pedig, legalábbis az eljárás szerint döntenünk kell, ez lesz az első fecske a pályázati metódusban, úgyhogy mi is izgatottan várjuk, hogy milyen módon vizsgázik a gyakorlatban ez az új pályázati rendszer. Reméljük, hogy jobban és hatékonyabban, mint az előző ciklusban. Milyen összegekre lehet pályázni? A kerékpáros pályázat összesen 8,5 milliárd forintra volt nyitva. Egy pályázati körbe vontuk össze a pályázati lehetőséget végül is. Kíváncsi vagyok, hogy hány pályázat érkezett be, ezt még mi sem tudjuk, és hogy milyen összeggel. Intézkedésen belül lehet átcsoportosítani is, tehát hogyha túl leszünk az első pályázati fordulókor, akkor meglátjuk, hogy milyen pályázati igények voltak, esetleg intézkedésen belül máshová ezt a pénzt át tudjuk-e csoportosítani, vagy célszerű-e, vagy esetleg megmaradt forrásokból még 2017-re is kiírhatunk pályázat. Elnök úr, köszönjük, hogy befáradt a stúdióba, szépen. Szerintem fogunk még erről beszélni. Biztos vagyok benne, köszönöm szépen.